Október 20-a után indul az őszi kertészeti szezon. Tudtuk meg Megyeri Szabolcs kertészmérnöktől, aki elmondta, hogyan lehet felkészíteni növényeinket a hidegebb időszakra. Egészen október végéig, novemberben, de sokszor még december elején is, attól függ, hogy az igazi komoly fagyok azok mikor érkeznek meg. Ilyenkor lehet ültetni szabadgyökerű rózsát, szabadgyökerű gyümölcsfát, különböző ilyen bogyósokat, és ezeket a növényeket, amiket igazából csak ilyenkor lehet ültetni, mert nagyon kedvező áron kapható. Tehát ez azt jelenti, hogy általában a kertben látok háromféle kiszereléssel találkozhatnak. Konténeres és cserepes növények, illetve földlabdás örökzöldek is kaphatók, amelyek elő- és hátsó kertekbe egyaránt ültethetők. Ám a balkonokon lévő virágokat óvni kell a hidegtől, tette hozzá a szakember. Gondoljunk a muskátlira, a leander, ezeket ugye szépen lassan be lehet vinni. Felhívnám azonban a figyelmét minden kertbarátnak, hogy a társasházi folyosókon ugye megszigorodtak a szabályok. Tehát mindenképpen a társaság közös képviselőivel egyeztessen, hogy hol lehetséges ezeket a növényeket tárolni, mert ha ott nem lehet, akkor inkább el kell vinni őket egy ilyen kis szuterénbe, vagy egy világosabb pincébe, és ott kell őket szépen áteleltetni, ott kell velük megvárni a következő kertészeti szezont. Korábban kiültetett fűszer és gyógynövények nagy része a kertekben, és az erkélyeken viszonylag könnyen átvészelik a telet, mondta a kertészmérnök. Jellemzően nagyon jól megmaradnak a kertjénkben. Ezeknek a 80%-a kimaradt, tehát a 20% az így is úgy is elfagy, gondoljunk mondjuk itt a bazsalikomra, vagy a mentára, ami ugye visszahúzódik. Tehát igazából, aki most ilyen áruházban vagy kertészetben vásárol gyógy- és fűszernövényeket, azok minél hamarabb, mivel ezek ilyen kis tőzek kockában lévő növények, minél hamarabb ültessék be őket egy ládába és vigyék be. A közterületek téltűrő növényei az árvácska, a krizantém, az erika, a díszkáposzta és a százszor szép. Ezek a virágok akár novemberben is kiültethetők, amelyek egész télen kint maradhatnak az utcákon, parkokban.